idézném a rendezőt, hogy az egyik, vagy talán a legfontosabb figura, aki egy nagy jellemfejlődésen megy keresztül az előadás során. De tényleg, tehát egy nagy évet kell bejárni, egy ilyen szárazpipás, megkeseredett 55 év körüli tanár, aki már úgy érzi, hogy nincs más hátra az életében, csak az, hogy ezt a néhány évet így savanyúan kivinni, és mindenféle fronton lejutni valamilyen kikötőbe, és akkor egyszer csak jön a nagy felfordulás, a cunami, egy nem várt szerelem képében, ami teljesen felforgatja mind a karrierét, mind a családi életét, mind a lelki nyugalmát, és átértékelteti vele az egész életét. Úgyhogy azt gondolom, hogy azok számára is, akik megnézik az előadást, ez a kérdés fel fog vetődni a saját életükkel kapcsolatban, és azt hiszem, hogy itt alkotott nagyot Székely Csaba, hogy nem lehet közömbös maradni az előadással kapcsolatban. Ezt a sors utat, vagy ezt a nagy ívet, ezt be kell járni az előadás időtartama alatt, úgyhogy van mibe kapaszkodni, és az érdekessége az egyik, hogy még mindig nem tudom, hogy lesz a vége. Illetve hát olvastam, de még nem próbáltuk. Úgyhogy elő kell szedni a gatyamazzagot, megkötözni jó szorosra, és imádkozni, hogy nem szakad el. Ismét összeállt Sebestyén, abba a Székely Csaba, mi lesz ebből? Hát egy nevető, sírós előadás, és szerintem sokkal többet fogunk nevetni, mint amennyit sírni, hiszen pont ezért készült az előadás, hogy egy olyan szilveszter estét töltsünk együtt, hogy el is gondolkozzunk, meg egymásra nézzünk, őszintén egymás szemébe nézzünk, és boldog új évet kívánjunk. Most már jó ideje dolgoztok együtt, gondolom, hogy ezek a különböző munkafolyamatok alatt azért egyre jobban összeszoktok. Te hogy érzed ezt? Mennyire gördülékenyebb a munka? Hát jobban egyre többet jár be próbára, nyilván én amennyiben tehetem, hívom is, és ösztökélem, motiválom, hiszen a szövegen még a mai napig dolgozunk. Ő megírt ugyan egy nagyon jó és nagyon erős szöveget, nagyon jó dalszövegeket, nagyon jó zene készül, de mikor színpadra kerül a történet és alkalmazzuk a szöveget, helyzetbe hozzuk, akkor kiderül bizony sok dolog fölösleges, vagy túl van írva, túl van mondva. Olyan replikákat vágtunk ki, ami ugyan fájt egy kicsit, de valószínűleg a következő előadásban föl lehet használni. Tehát legalább két kabaré jelenetre valót kivágtunk a történetből. Örök kérdés, mennyire találta meg a színész saját magát ebben a szerepben? Hát az is közhely, hogy minden szerepben mindenki saját magát játsza, még akkor is, amikor nagyon távol áll tőle a megformálandó karakter. Itt viszont hát a korosztályi sajátosságból adódóan természetesen, hogy nagyon klappol a szerep és a valóság. És azt hiszem, hogy a színész életében előbb-utóbb, de inkább utóbb elkezdik a szerepek megtalálni olyan formán, hogy viszont látja magát, a civil önmagát a szerepeken belül. És én is ott vagyok most 54 évesen, majdnem 55 évesen, hogy fel kell tenni a kérdést, hogy na, eddig mit csináltál? Vállalható, büszke vagy, restelled, elfelejtenéd, kitennéd keretbe vagy kirakatba, vagy hogyan tovább? Megelégszünk ezzel, ülünk babérokon, várjuk a csendes kikötőt, vagy még tartogat valamit az élet, és hogy kell feltétlenül egy ehhez hasonló felfordulás, egy cunami az életben ahhoz, hogy történjen valami, vagy pedig tovább lehet menni ezen az úton, anélkül, hogy az ember felrúgná a családi életet, felrúgná a karriert, ilyen mérföldkőhöz érkezve vegyen 90 vagy 180 fokos fordulatot. Azért idéztem a mérföldkövet, mert a darab folyamán sokszor visszatér ez a kifejezés. Tehát
Bizonyára, hogy olyan darabról van szó, amely azon kívül, hogy szórakoztat, nevettet, az olvasók próbákon végig röhögtük az első alkalommal is a szöveget. A végén elkomorodik, megcsavarja az embert, mint egy jó Chaplin film, és utána akkor azt hiszem, hogy van amin gondolkodni, tehát nem üres zsebbel vagy üres lélekkel megy haza a néző. Mennyire lesz ugyanolyan Székely Csabás humorral fűszerezve ez a szöveg, vagy ez az előadás is, mint a Bányavirág vagy Bányavakság? Hát azt hiszem, hogy a humor típusa, ha lehet így mondani, az körülbelül ugyanaz. Ez a nem kimondottan habkönnyű, nem az ilyen bohókás, hanem picit keményebb, vagy ilyen... Hát nem is azt mondom, hogy durvább, de olyan férfiasan, hogy oda rá asztalra verős, nem is tudom. Tehát olyan, az a fajta humor, ami a Bányákban van, az itt is visszaköszön. Bár ez egy teljesen más típusú darab, de azért vannak benne. Az is igaz, hogy kihúztak néhány poént, ami nagyon bányás volt. Nem azért, mert nagyon bányás volt, csak nagyon kemény volt. Azt kicsit sajnálom, de ez van. Ugye zenés darabról van szó, ezt mondjuk el, nagyon sok ének lesz benne. Neked mennyire volt kihívás ez az új műfaj? Hát nagyon, meg kellett tanulni. Másképp kell zenés darabot írni, mint zene nélkülit. Nem csak azért, mert van benne zene, hanem azért is, mert másfajta szabályok mentén kell ezeket a dolgokat szerkeszteni. Tehát nem lehet az, hogy most tudom én, két szám egymás után, és utána 20 percig, fél óraig semmi, hanem pontosan kell adagolni, az egyensúlyokat meg kell tartani, az arányokat, és akkor ezeket szépen előre ki kell centízni. Hány jelenet van, hány jelenet után következik a zene, az mikor, milyen lelki állapotban szólal meg, mennyire komoly, mennyire humoros, mennyire ezeket így minden előre ki kell centízni, és akkor még megvan egy két felvonásos darabnál elég hosszú munka ez, amíg megszületik az, hogy minden jelenet pontosan mi van benne, mikor zene, hogy zene, stb. És akkor utána lehet csak neki fogni írni. És akkor neki fogtál írni, megírtad a negyedét, és rájössz, hogy nem jó úgy, ahogy kitaláltad, másképp kell, akkor esik az egész, és újra kitalálni mindent. Na hát így az történt, hogy ez volt a leghosszabb ideig készülő darabom, tehát nyáron neki fogtam, és most fejeztem be csak decemberben. Konkrétan hol tart most a próba folyamat? Tehát tulajdonképpen mennyi? Egy-két hét van még szilveszterig? Hogy haladtok? Hogy látod te a munkát? Hát az első részét a történetnek fölvázoltuk már két hete, körülbelül 10 napja készült el az utolsó két jelenet. Most az utolsó két jelenetnek a rendelkezésénél tartunk. Azt már említetted, hogy az olvasópróbák nagyon jó hangulatba teltek, sokat nevettetek. Most ugye körülbelül két hét van a premierig, hogy érzed, milyen a munka, hogy megy a próba folyamat? Hát most kéne még két hét, azon kívül, ami hátra van, és nincs két hét, 10 nap van. Továbbra is jól telnek a próbák, tehát nagyon jó hangulat van, nem csak az olvasó próbákon, hanem a rendelkezés közben is. Sok szereplő van, énekelünk, táncolunk, prózát mondunk, nagyon fegyelmezetnek kell lenni, és azok a kollégák is, akik kisebb szerepet játszanak, nagyon pozitívan állnak hozzá, nagyon fegyelmezetten. Tehát nem szeretem ezt a szót használni, hogy statisztéria végül is nem az, mert mindenkinek egyéni kicsi szerepe van, ami a maga helyén nagyon fontos hangjegy az összhangzatban. Ez mind nagyon jól telik, és azt hiszem az is erősíti a dolgot, hogy a szerző, az élő szerző állandóan itt van közöttünk olyannyira, hogy sokszor súgást is vállal, vagy éppen röptében ad replikákat emberek szájába, éppen attól függően, hogy a színpadi helyzet hogy kívánja meg, nem létező szövegeket most írunk be, másokat kihúzunk, tehát egy nagyon eleven változó, fortyogó műhely, amiben benne vagyunk, és ez úgy mindenkire ráragadt. A legjobb bizonyítéka ennek, hogy jó a hangulat, hogy a kollégák
az alatt, amikor nincsenek színpadon, nem az öltözőben vagy a büfében lézengenek, hanem többnyire bent ülnek a nézőtéren és egymást figyelik, ez mindig egy jó moment. Te is aktív része vagy újfent a próba folyamatnak, bejársz, közvetlenül próba közben írtok be, húztok ki szövegeket. Neked miért fontos az, hogy ilyen interaktívan részt vegyél a próba folyamatban? Hát én ezt nagyon szeretem. Szeretem látni, ahogy megvalósul, életre kell valami, ami addig csak papíron létezett, vagy még papíron sem, hanem számítógép képernyőn. És főleg zenés darab esetében nem csak az, hogy hallod, hogy mondják a színészek, hanem amikor hallod, hogy éneklik, és hogy szól mellette ezzel együtt a zene, hogyan táncolják azt a szövegedet, hát ez egy fantasztikus élmény, ilyet még nem tapasztaltam eddig. Szóval ez nagyon jó. És hát volt olyan próba, ahol én voltam a sugó, volt olyan jelenet, hogy én voltam Nagy István, amíg éppen táncolt, mondjuk ez véletlenül alakult így, de hát azért így próbáltam minél jobban benne lenni, és hát előfordult az is, hogy szükség volt néhány mondatra pluszba. Tehát az, hogy kihúzni lehet a szerző nélkül is. Nincs ott, és akkor végre nincs ott, kihúzunk, fél darabot kihúzzuk. Na de hogyha szükség van oda valamilyen mondatra, akkor jó, ha ott van a szerző, és akkor egy Csaba, ide még kéne egy mondat. Az jó lesz, hogy? Igen, jó lesz. És akkor így születik az előadás során az előadás. Te miért ajánlanád a vásárhelyi nézőknek ezt az előadást? Természetesen azért, hogy engem lássanak. De hogyha úgy fogják látni a kollégáimat a színpadon, ahogyan én látom őket, akkor biztos vagyok benne, hogy nagyon szórakoztató estéjük lesz szilveszterkor, és nagyon gazdagon fognak hazatérni. Hát egy görbetük tükör magunkról, a létünkről, a városról, ahol élünk. Ezért. Nagyon jó a zenéje, és nagyon jól táncolnak benne, és énekelnek a színészek. Tehát ha valakinek nem tetszene a darab szövege, a zenéje és a mozgás akkor is biztos tetszeni fog. Tehát azért érdemes eljönni megnézni.